Okosmérés. Zárásához közeledik az intelligens hálózat mintaprojekt, amelyben a Nyírségvíz Zrt. És a Nyírtál fő is szerepet vállalt. Kevés a dolgozó méh. Bár a téli időszakban az átlagnál nem volt magasabb a méhek pusztulása, a családok egyelőre még gyengék, ami a méhészek szerint egyértelműen a szélsőséges időjárásnak köszönhető. Biztonságos nyaralás. Csak bejegyzett utazási iroda szolgáltatásait vegyék igénybe az utazni vágyók a megbízható szolgáltatások érdekében, tanácsolják a szakemberek. Zárásához közeledik az intelligens hálózat mintaprojekt, amelyben a Nyírségvíz Zrt. És a Nyírtál fő is szerepet vállalt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy központnak és az ott feldolgozott információknak köszönhetően pontosabb kép kapható a magyar rendszer használók energiafogyasztási szokásairól, illetve az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről. Nyíregyházán cél, hogy még tovább bővítsék az okosmérők számát. Így néznek ki az okos és az okosított hidegvízmérő órák. Az okosmérés program részeként az okos hálózati adatközpont kiépítése mellett Nyíregyházán közel 1000 háztartásban és 177 önkormányzati intézményben telepítettek okos hidegvízmérési eszközöket, valamint közel 16 000 lakásban található melegvíz és távhő költségelosztó, melyekből mostanra már mintegy 70 000 darabot telepítettek a városban. Nyíregyháza egy speciális helyzetben van, legalábbis ami a tápfűtéses lakásokat érinti. Az elmúlt években olyan mérőberendezések kerültek fel és költségosztók a panelépületekben, amelyek tudnak kommunikálni rádiófrekvencián. Ez az okosmérés mintaprojekthez való csatlakozásunk ez abból állt, hogy ezeken a helyeken, ezekben a panellakásokban olyan adatgyűjtőket, olyan koncentrátorokat pályáztunk meg, és szereztünk be, és szereltünk fel, amelyek összegyűjtik a lakóépületben ezeknek a mérőknek a mérési adatait, és továbbítják egy központi szerver felé, amit a központi okosmérés ZRT működtet. Erről a szerverről ugye a fogyasztó, mint mi a szolgáltató, különböző információkat tudunk kinyerni. Így például tudjuk a fogyasztást, ugye azt, hogyha meghibásodás történt, tudunk trendeket lekérni, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudunk energiagazdálkodni, az energiafelhasználásunkat hosszú távon monitoringozni. Az ügyvezető elmondta, a komplett rendszer kiépítése után akár havonta is képesek lesznek tényadatokat számlázni a távfűtés fogyasztóinak. A Nyírségvíz gazdasági igazgatója szerint a lakosság számára egyszerűbb ügyintézést és energiatakarékosságot is hozhat a rendszer kiépítése. A felhasználók kiszolgálására, minőségi kiszolgálására törekszünk, tehát mi a felhasználók oldaláról keressük azokat az előnyöket, amelyek például olyanok, hogy nem kell a mérőállást diktálni, a okosmérőt ugye regisztrálni kell, és az okosmérőt a laptopon vagy tableten keresztül, illetve okostelefonon keresztül is meg lehet nézni a felhasználást, tehát a mérési adatokat. Ezeket a Nyírségvíz Zrt. Honlapján keresztül is meg lehet nézni, amik csatlakozik a KOM Zrt. Központi okosmérés szerverére, és a saját fogyasztási adataikat látják a felhasználók. Adott esetben ugye energiatakarékosságra ösztönöz ez, pazarlást lehet ezzel megszüntetni, illetve hogyha olyan probléma adódik, akkor jelzést is küld a rendszer, tehát figyelmeztet esetleg egy szivárgásra vagy vízelfolyásra is. Könnyű Zsolt hozzátette, intézményi fogyasztók is részt vesznek a mintaprojektben, így a lakosság mellett ők is eredményesebben tudnak gazdálkodni a fogyasztásukkal. Emellett további cél, hogy a meglévő mintegy 18 000 okosmérő számát tovább bővítsék, és a teljes lefedettséghez közelítsen az okos hálózat rendszere. Az elhúzódó tél és a hirtelen felmelegedés nincs jó hatással a hazai méztermelésre, bár a téli időszakban az átlagnál nem volt magasabb a méhek pusztulása, a családok egyelőre még gyengék, ami a méhészek szerint egyértelműen a szélsőséges időjárásnak köszönhető. A szakemberek azonban úgy vélik, nem várható jelentős terméskiesés, illetve az áremelkedéstől sem kell tartani. Az elmúlt években jellemző volt időjárásunkra, hogy szinte egyik évszakból a másikba ugrunk, és kimaradnak bizonyos évszakok. Lén a tavasz hiánya okozhat némi problémát a biológiai körforgásban.
Így van ez a méhek esetében is. Amíg a növények gyorsan alkalmazkodnak az időjárás változásaihoz, egy méh kikelése 21 napot vesz igénybe, ezért fordulhat elő az, hogy a repcetáblákon jelenleg nagyon kevés méh dolgozik. Ezen a Szabolcs megyei méhfarmon mintegy 170 méh család, azaz közel 4 millió méh dolgozik. Itt idén egy családban mintegy 15-20 ezer méhvel telt ki az állomány, és fejlődésük még folyamatos. Ezen az éven 2018-ban volt 3 telünk, majd 4 tavaszunk. Minden hónapban volt legalább 8-10 nap, ami hideg volt, és a többi meg tavasz volt. Itt a január elejét, február elejét, március elejét tavasznak érezték a családok, fejlődésnek indultak, viszont a hideg idő beálltával ez a fejlődés fordított irányba fordult, ami addig volt szaporulat, fiasítás, azt is kirágták, megszüntették, le kellett állni a családnak, élelemfogyasztás sokkal nagyobb volt, és a méhek, a téli méhek hamarabb öregedtek ezáltal. Pozitív hatásai is vannak azonban az idei szélsőséges időjárásnak. A nyírségi akáca tél folyamán beázott, a mostani fejlődése pedig kedvező a méhészetek számára. Fagykáról sem tudnak a szakemberek, de a kérdés még mindig az, hogy a fejlődés felborulása miatt mennyi lesz a száma a gyűjtőméheknek. Mostani jelenlegi időszakra tekintve a repcevirágzás történik, nagyon kevés mennyiségű repceterület van Szabolcs megyében, a méhészek száma túl nagy hozzá, és vagy nagyon túlterheltek a repceföldek, vagy mondhatnánk tovább, hogy a mély családoknak az erősége a korosztatétele nem megfelelő, mert nagyon sok a belső munkás, akik a belső munkátokat érzi tajkaméhek, és kevés a gyűjtőméhünk. Családok fejlődése attól függetlenül biztató, az, hogy mennyi gyűjtőméhünk lesz itt esetleg az akácra, ez még kérdéses. A nyírségben átlagban 20-30 kg akácmézet tud gyűjteni egy mély család. Azonban a 2018-as évben ez a mennyiség az időjárástól és a méhek fejlődésétől is függ majd. Csak bejegyzett utazási iroda szolgáltatásait vegyék igénybe az utazni vágyók, ezt tanácsolják a szakemberek. Ez egyfajta biztonságot jelent a fogyasztó számára, hogy az utazási iroda valós, megbízható szolgáltatást nyújt. A statisztikák szerint utazási iroda választásánál fontos szempont az anyanyelvi ügyintézés és a korábban szerzett jó vagy rossz tapasztalatok. Egyre népszerűbbek az internetes repülőjegy, szállás vagy utazásfoglalási rendszerek. Azonban, ha ezeket nem valós szolgáltatás nyújtó utazási irodán keresztül, vagy nem kellő szakértelemmel szervezi meg valaki, komolyan ráfizethet egy-egy utazásra. A legtöbb probléma a vagyoni és utasbiztosítással kapcsolatban szokott felmerülni. Nemzetközi online foglaló rendszeren mondjuk foglal szállást, és valami probléma van a szállodával, akkor nem minden esetben tud hova fordulni. Vagy például, hogyha ő online repülőjegyet vásárol, jellemzően nincs is ezekkel semmi probléma, de hogyha például van egy járattörlés, van egy sztrájk, vagy egyébként egy olyan példa, hogy ami volt 2010-ben az izlandi vulkánkitörés, amikor Európa légiközlekedése gyakorlatilag majdnem egy hétre megbénult, hát akkor nyilvánvalóan mindenképpen jó, hogyha tud kihez fordulni utazási irodához. A valós és megbízható szolgáltatást nyújtó utazási irodák egyik legfontosabb ismérve, hogy engedélyszámmal rendelkeznek. A Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal oldalán ezeket bárki meg is nézheti. Nagyon fontos dolog, hogy a Magyarországon bejegyzett, vagy engedély számmal rendelkező, vagy engedélye rendelkező irodáknak van egy engedélyszámuk. Ezt egyébként, ezt az engedélyt és engedélyszámot Budapest főváros kormányhivatala adja ki, annak az illetékes részlege, és hát gyakorlatilag ezt ők pontosan meg tudják nézni az interneten, vagy a különböző anyagokban, hiszen ezt az adott utazási irodának megfelelően kommunikálnia kell. A korábbi csalódottság és a jó tapasztalat is befolyásolja az utazni vágyókat, hogy online saját maguknak szervezik-e meg az utazást, vagy valamelyik utazási irodát választják. Nyíregyháza térségében még az utóbbi szervezési eljárása népszerűbb. Én úgy gondolom, hogy itt még azt lehet elmondani, hogy sokkal többen foglalnak személyesen utazási irodákban, mint ahányan neten foglalnak. Természetes, hogyha egy belföldről van szó, akkor ugye itt más az arány, hiszen a belföldöt mindenki előszeretettel a neten keresi, de azért külföldi utazások esetében, főleg tengeren túli utakról, akkor azt mondják az utasok, hogy persze keresgetnek a neten, de a biztonságot úgy érzik igazán, hogyha egy utazási irodában foglalják le, akár azt is, amit kinéztek a neten. Már most nagyon sokan elkezdik szervezni idei nyaralásukat. Az utazás szervezők szerint érdemes utazási irodák szolgáltatásait igénybe venni, hiszen a személyes konzultáción túl fontos szempont, hogy szakértői segítséget kaphatnak.
Zsors Födó a Balek című bohózatának premierét tartották szombaton a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Az előadásról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A Nyíregyháza Blue Sharks is elkezdi a rájátszást a férfi kosárlabda NB1 B-piros csoportjában. A kékcápák a legjobb négy közé jutásért két nyert meccsig tartó párharcot vívnak a Vasassal. Idén is megrendezik a labdarúgó megyei kupadöntőt, az elődöntőben a Nagyecsed, a Nagyhalászt, a Sényő pedig az Ibrányt fogadja. A két győztes május 23-án a Nyíregyházi Városi Stadionban dönti el a kupa sorsát. Zsors Födó a Balek című bohózatának premierét tartották szombaton a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A darabot Fehér Balázs Benő állította színpadra, akinek ez az első rendezése a teátrumban. Az előadás Závada Péter friss humorú, kortárs szemléletű szövegváltozata alapján készült. Jó van, csak egy percet kérek! Fejtsd el! Csak egy szóra, könyörgő! Mit akarsz? Ne félj, egy csöppet sem tisztességesek a szándékai! Én nem akarok semmi rosszat, sőt. Hagyd már békén! A bohózat műfajának nagymestere volt Zsors Födó, aki az utóbbi évtizedekben is folyamatosan jelen van a magyarországi színpadokon. Darabjaiban a polgári társadalom mulatságos és abszurd történeteit írta meg megcsalásokkal, szerelmi ügyekkel, félreérthető és félreérthetetlen helyzetekkel, amelyeket látva a közönség dől a nevetéstől. A Balek is egy megcsalás története. Két férfi bármit megtenne, hogy elcsábítsák közös ismerősük nejét. A történések és a karakterek teljes sebességgel fonódnak össze, ajtócsapkodások és csengő hangok közepette rögeszmék, frusztrációk és fantáziák szabadulnak el a komikum könyörtelen gépezetében. Az 1896-ban bemutatott mű semmit sem vesztett frissességéből, ugyanúgy az ember esendőségéről szól, Födő pedig szellemes és mulatságos módon mutatja azt be a közönségnek. Alapvetően abban van az ereje, hogy amikor egy páros jelenetet látunk, akkor a szereplőink nagyon erőszakosak, önzőek, nyersek, és rengeteg hasonló, kevésbé jó emberi tulajdonságot tudok felsorolni. És amikor betér egy harmadik ember a színre, akkor változik a helyzet, és mindenki próbálja takargatni az előző baklövését, azt, hogy éppen az éppen belépő feleségére hajtott rá, és a néző pontosan látja ezt a feszültséget a hazugság és az igazság között, és ez nagyon szórakoztató. Maxot, a csábítót Tóth Zolka alakítja az előadásban. A művész szerint a közönség számára könnyűnek tűnő bohózatot játszani valójában nagyon nehéz. Szerintem az egyik legnehezebb műfaj, rettenetes intenzitást igényel. Nem árt, ha az embernek humorérzéke van. Hát a legfontosabb az intenzitás, pontosság, nagyon, nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz. Egy pici figyelem kihagyás, és dugába dőlhet az egész. Tehát az egyik legkegyetlenebb műfaj a színházi szakmában. A bohózatban a főbb szerepeket mások mellett László Lili, Rák Zoltán, Bárnai Péter, Dézsi Darinka, Horváth Margit, valamint Tóth Károly alakítják, és újra színpadra lép Friedrich Noémi is. A Nyíregyháza Blue Sharks is elkezdi a rájátszást a férfi kosárlabda NB1 B-piros csoportjában. A kékcápák a legjobb négy közé jutásért két nyert meccsig tartó párharcot vívnak a Vasassal. Az első találkozó csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A felsőházi rájátszásban utolsóként a Nyíregyháza Blue Sharks és a Vasas is elkezdi a legjobb négy közé jutásról döntő párharcot. Az alapszakaszban a fővárosiak hazai pályán 82-73-ra legyőzték a cápákat, akik viszont 85-72-re nyertek a Continental Arénában. A két meccsből azonban felesleges kiindulni, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a playoffal egy új bajnokság kezdődik. Az alapszakasz mérkőzéseken belefér egy két vereség, egy rájátszásban nem. Amikor két győzelemig tartó ez a párharc, mint ahogyan a mi rendszerünkben is van, akkor még kevésbé fél bele egy olyan vereség, amit nem
szeretnénk, soha nem szeretnénk, de amivel nem számolunk. Éppen ezért mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy magabiztosan és tudatosan tudjunk kosárlabdázni. Számunkra mindenféleképpen pozitívumot jelent az, hogy a bajnokság vége felé, itt az alapszakasz vége felé, négy mérkőzésen is úgy kellett pályára lépnünk, hogy ha nem nyerünk, akkor elveszítjük az alapszakasz harmadik helyezésünket, és szerencsére nagyon szépen, tudatosan tudtuk hozni ezeket a találkozókat, úgyhogy bíznék abban, hogy ugyanilyen koncentráltan és ugyanilyen hangulatban fognak majd a srácok odaállni a pályára, ahogyan ezt tették az alapszakasz végén. A nyíregyházi csapat csak kedvtől tud teljes kerettel készülni, mivel a játékosok többsége korosztályos, illetve egyetemi meccseket játszott az elmúlt napokban. Létszámhiányban szenvedtünk, hiszen a juniorok, ugye a junior csapattal edzettek, illetve voltak olyan edzések, amikor kevesen voltunk, mert az egyetemisták ugye Sopronnál játszottak, de mindenképpen nyerni szeretnénk a Vasas ellen, és úgy is készülünk, hogy nyerjünk. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint fontos, hogy már az első mérkőzésen tudatosítsák ellenfelükben azt, hogy csak a cápák léphetnek tovább a párharcból. Mind a két csapat nagyon erős a hazai pályán, a saját környezetébe. Talán egy kicsit számíthat az, hogy a Vasas is másik teremben játszik, mint az alapszakaszba, hiszen terem problémák miatt a pasaréti csarnokba fogunk elleni játszani. Nagyon fontosnak tartom az első mérkőzést, hogy megmutassuk a hazai pálya előnyét, illetve azt, hogy hazai pályán igenis tudunk úgy dominálni a rájátszásba is, ahogy azt tettük az alapszakaszba, de biztos vagyok benne, hogy a Vasas foggal körömmel fog harcolni, és ugyanazt az agresszív játékot fogja játszani, mint itt az utolsó mérkőzésen. Már ugye a szabályosság határait is felrúgva mindennek fognak tenni azért, hogy elvegyék a pályaelőnyünket. Készülünk rájuk, próbálunk új dolgokat átvenni, és felkészülni a mérkőzésre. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig pénteken 20 óra 55 perctől láthatják a találkozót. Idén is megrendezik a labdarúgó megyei kupa döntőt. Az elődöntőben a Nagy Ecsed a Nagy Halászt, a Sényő pedig az Ibrányt fogadja. A két győztes május 23-án a Nyíregyházi Városi Stadionban dönti el a kupa sorsát. Két évvel ezelőtt az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága úttörő kezdeményezésként megrendezte a Magyar Kupa megyei döntőjét. A jó hangulatú finálét követően igény mutatkozott a folytatásra, így a hónap végén már harmadszor lépnek pályára döntőbe kerülő együttesek a Nyíregyházi Városi Stadionban. Bár pénzdíj nem jár a győzelemért, a csapatok számára így is vonzó a megyei kupa. 2016-ban azért volt először megrendezve ez a megyei Magyar Kupa elődöntő és döntő, mert akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Kupát átalakította, és abban az évben 2016-ban a megyei selejtező körből senki nem jutott fel a főtáblára, egyetlen egy megyébe se, ezért akkor országosan nagyon sok megyében megrendezték ezt az elődöntő döntőt, akkor ugye értelemszerűen pénzdíjakkal, és annyira jól sikerült nálunk két évvel ezelőtt, főleg, hogy a Nyíregyházi Városi Stadion centerpályára sikerült vinni a döntőt több mint 1000 emberrel, hogy 2017-ben tavaly is igény mutatkozott rá a csapatoktól, hogy oké, rendben feljutottak a Magyar Kupa főtáblájára, de mégis szeretnének megmérkőzni egymással és eldönteni, hogy a négy kupa csapat közül úgymond ki a legjobb kupa csapat, és ezt megrendeztük tavaly és idén is, hiszen a csapatok felől ismét érkezett igény, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy közkívánatra, illetve a részvevő csapatok kérésére idén is megrendeztük ezt az úgynevezett megyei kupa elődöntőt, illetve majd a döntőt. A megyei bajnokságokban is a hajrához közeledik a szezon. Kvaka Árpád reményei szerint a hátralévő meccseket is az eddigi sportszerű légkörben játsszák majd le a csapatok. A megyei másodosztályban is azért már kezd körvonalozódni, hogy a csoportokban kik végezhetnek az első helyen, viszont a kieső helyekért még nagy a tülekedés, hogy elkerüljék a kieső helyeket, mind az első osztályban, mind a másodosztályban, illetve a megyei harmadosztályban is azért vannak olyan csoportok, ahol még a feljutó hely, az első hely még nem dőlt el. Nagyon bízok benne, hogy sportszerű keretek között fog ez eldőlni, és bízok benne, hogy azért a sportszerűséget nem fogja túllépni a csapatok. Természetesen ilyenkor azért a feszültség az fokozódni szokott, hiszen senki nem akar kiesni értelemszerűen, illetve hogyha osztályt akar ugrani, akkor persze osztályt szeretne ugrani, úgyhogy bízok benne, hogy a presztízs mérkőzések és egy jó színvonalú találkozó, de sportszerű körülmények között fognak játszani a csapatok a hátralévő hetekben is. Visszatérve a megyei kupához, az elődöntőkben május 9-én a Nagy Ecsed a Nagy Halász, május 10-én a Sényű az Ibrányt fogadja. A két győztes május 23-án lép pályára a Nyíregyházi Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Zárásához közeledik az intelligens hálózat mintaprojekt, amelyben a Nyírségvíz ZRT és a Nyírtávhő is szerepet vállalt. A központnak és az ott feldolgozott információknak köszönhetően pontosabb kép kapható a magyar rendszerhasználók energiafogyasztási szokásairól, illetve az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről. Az elhúzódó tél és a hirtelen felmelegedés nincs jó hatással a hazai méztermelésre, bár a téli időszakban az átlagnál nem volt magasabb a méhek pusztulása, a családok egyelőre még gyengék, ami a méhészek szerint egyértelműen a szélsőséges időjárásnak köszönhető. A szakemberek azonban úgy vélik, nem várható jelentős termés kiesés, illetve az áremelkedéstől sem kell tartani. Csak bejegyzett utazási iroda szolgáltatásait vegyék igénybe az utazni vágyók, ezt tanácsolják a szakemberek. Ez egyfajta biztonságot jelent a fogyasztó számára, hogy az utazási iroda valós, megbízható szolgáltatást nyújt. A statisztikák szerint utazási iroda választásánál fontos szempont az anyanyelvi ügyintézés és a korábban szerzett jó vagy rossz tapasztalatok. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 1-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét!